Az történt, 18 éves voltam, és kimentünk fellépni egy olasz klubban, ahova kerestek táncos lányokat, és már akkor hallottam ilyen rémtörténeteket Olaszországról, hogy azért ott van, hogy nem bánnak olyan kedvesen az emberekkel, meg elveszik az útlevelünket, és én úgy indultam eleve már el, hogy 2 útlevelem volt, tehát már nagyon okos voltam akkor is, hogy nehogy baj történjen. Egy, amire azt mondtam, hogy ugye lejárt, nem lukasztották ki, a másik meg ugye az eredeti, és meg is történt az, amitől féltünk, hogy az első este mondták, hogy akkor adjuk oda az útleveleket, és majd visszakapjuk egy óra múlva, ezt nem tették meg. 2 napot dolgoztunk ott úgy, hogy étlen szomjan voltunk, nem volt fűtés, beraktak minket 15 lányt egy apartmanba, és akkor hívtam az egyik barátomat, hogy itt nagyon nagy gáz lesz, mert így bánnak velünk, és igazából én nem szeretnék tovább maradni, de féltem azt mondani, hogy engedjenek haza, és kijöttek értem, én megvártam, míg mindenki elaludt hajnalba az apartmanba, kimásztam az ablakon, beültem a kocsiba, és hazajöttünk Magyarországra.